Az ENTA győzelmével zárult a második vízilabda leánycsapatok számára kiírt közép-európai ifjúsági kupasorozat. Megfelelő medence hiányában az ENTA-i klub kénytelen volt nagy kikindán megrendezni a négy csapatot felsorakoztató nemzetközi tornát. Szerbiában sajnos nagyon sántikál a női vízilabda. Ennek ellenére az ENTA vízilabda klub tegnap és ma nagy kikindán sikeresen megrendezte a határtalan elnevezésű közép-európai ifjúsági kupasorozat második fordulóját. A kétnapos torna második állomását a házigazda nyerte, miután az első mérkőzése 8-3 arányban felülmúlta a legkomolyabb ellenfelét, a magyarországi Honvédet, majd az erdélyi Nagyváradot és végül a Kassát is legyőzte. A torna legjobb játékosának a zöldsapkások 12-es számú balkezes tehetségét, Pataki Zsókát nevezték ki. Nagyon jó volt, én örülök, hogy van ez a folytatás, és nem csak Tatabányán volt az egyetlen torna, és az is nagyon jó, hogy még kettő ugyanilyen lesz különböző országokban, közben látunk kis világot is, és játszunk, tanulunk, nagyon jó, ismerkedünk. A legjobb kapusnak járó díj is az entaiak kezébe került, hiszen Boros Csilla vehette azt át. Ez is arról van, hogy Tóth László irányítása alatt, a mostoha körülmények ellenére is Zentán kiváló munka folyik. Úgymond az edzés látogatottságaim is most már egyre jobban fejlődnek ennek a tornának köszönhetőleg, kizárólag, mivel sajnos a hazai mezőnyben még erre se képes a szövetség, hogy időben elkezdjük a hazai bajnokságokat, és hogy egyáltalán valami ligaszisztém legyen. Tehát a lányoknak, hogyha nem vállalom el ezt a tornának a részvételit, akkor egy meccsük nem lett volna már több mint fél éve. A nagykikindai tornán a Honvéd lett a második, amelynek edzője Kovács Imre nevéhez fűződik a határtalan elnevezésű ifjúsági liga megalakításának ötlete. Kovács szerint az edzéseken tanultakat csak is a mérkőzéseken lehet tökéletesíteni, ezért volt szükség erre a tornára. A játékot csak játékban lehet rendesen megtanulni. Az edzésen nagyon sok hasznos dolgot tanulnak a gyerekek, de azt, amit az edzésen tanulnak, azt szerintem játék közben tudják kamatoztatni, illetve ott derül ki, hogy azt, amit megtanultak, azt valóban tudják-e alkalmazni. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos az, hogy minél több mérkőzést játszanak. A lányok már a következő hónapban folytatják a küzdelmeket, amikor a harmadik fordulóban a Nagyváradi medencében mérik össze ismét erejüket és tudásukat.